akkor itt van Szatymaz állomásnak a felvételi épülete. Nem szabványi épület, vagy legalábbis nem hívszabványú. Hát egy háromszintes épület, valószínűleg az emeleten szolgálati lakások vannak. Legalábbis voltak, az biztos, de nekem ez még lakottnak is tűnik. Igen, nyilászálók cserélve vannak. Igen, redőny fel van húzva, tehát szerintem itt laknak. És akkor mindjárt kinézzünk az állomásra is. Nézzük meg akkor a vágányokat. Van 1, 2, 3, 4, 5 vágányos állomás is. Ugye óránként van vonatközlekedés, mert a szegedi Intercity-k itt megállnak, nem azért, mert a település nagysága meg a forgalom indokolná, hanem a keresztezés miatt. De mióta bevezették ezt a hibrid rendszert a gyors Intercity-kkel és az órás ütemet, és ugye Szatymaz, ez olyan szempontból sokat nyert vele, hogy ide jönnek ki a keresztek. Tehát kereszt miatt meg kell állni, hogy a szembe jövő vonatok elkerülhessék egymást. És emiatt az utasforgalom is megnőtt, bár nem a helyi lakosokból jön össze az utasforgalom nagy részeit, hanem úgymond ráhordó dolgok. Tehát látjátok, ott P+-szel parkolva most is állnak autók, és egyébként amikor vonat van, akkor általában autóval hordják ide az utasokat. Tehát. De ugyanez a forgalom valószínűleg megjelenne akkor is, hogyha például a Kiskundoros már lennének a menetrend szerinti keresztek. Vagy hát bárhol más. És Kiskundoros már pedig lélekszámba is nagyobb, tehát hogyha itt kétvágányú pálya lenne, és nem itt kéne kényszerből keresztezni, akkor valószínűleg Kiskundoros már lenne a megállás, mert ott jobban ki lehetne használni. És akkor itt van a vágányok felüli része a felvételi épületnek. Ez pedig egy régi, ezért víztalany szerintem. Mellette pedig egy szolgálati lakás. Egyébként arrafele kell majd nekem menni, mert a hallgazdaság arra van, és van még egy megálló János szállás néven, ami jóval közelebb van, viszont ott csak a személyvonatok állnak meg. És abból viszont nincsen sok, tehát hogyha lenne most egy személy még 8.40-ig, akkor azzal el tudnék menni, mert onnan már csak alig egy kilométerre van az a busz megálló, ahol egyébként is leszeretnék szállni. És egyébként a busz is arra megy, még érinti is János szállás megállót, mert itt tesz egy kunkort a településen, és utána megy ki az ötös útra. És itt van az egykori rakodó, meg mellette az áruraktár. Távolban látszik még egy őrhely, meg egy szolgálati lakás, gondolom ott mellette az a kis őrház az volt. Ez valószínűleg egy váltókezelő őrhely, és egy hozzátartozó szolgálati lakás, viszont ott mögötte is van egy, ami szemlátomás vállakatlan. És lassan elérek a peron végéig. De errefele van kis telek. Hát eléggé jó körbe van kerítve, meg a gaz is jól benőtte, úgyhogy jobban nem lehet megközelíteni, de itt egy lakatlan őrhely. És a túloldalon, itt a Szeged felőli végén is van egy ugyanolyan épület, mint a másik oldalt. Tehát valószínűleg a szolgálati lakás volt régebben, és mellette meg az őrhely. Ez viszont még úgy tűnik, hogy lakott is, mert legalábbis TV antenna az van. És itt vagyunk az állomásnak a Kiskundorosba felőli végén. Hát itt is van egy őrhely, ami valószínűleg lakott. Vagy közelebb nem lehet menni, és miért mondottam akkor a váltókörzetet is, most úgy is van idő, ameddig jön a vonat. Itt a váltókörzet vége, és arrafele van János szállás megálló. Sajnos János szállás az eléggé rosszul van kiszolgálva. De most 15.06-ig nem fogott megállni semmi, és 9 órakor elment az előző vonat. Pedig egyébként az jobb lenne, innen a hallgazdaságtól az a felemelet, mert az a megállóhely jóval közelebb van.
mint szatymaz. Igazából szatymaz van 5 kilométerre. János szállás meg a másfél vagy kettő, de az még gyalog is jelentő távolság lenne, csak hát ugye nem áll meg a vonatot 15 óráig. Tehát nem érdemes ott megvárni. És így néz ki az őrhely. És ez még lehet, hogy lakott is. Bár mondjuk a kert az nem arról árulkodik. De a másik oldalt is azért be van nőve, az nem lehet olyan könnyen bemenni.